2020-ban volt 30 éve, hogy egyesületté alakult a Vasitit, tavaly pedig 180 éves lett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. A Covid miatt nem tudtak méltóképpen ünnepelni, így ezzel a konferenciával emlékeznek meg a kettős jubileumról. Ma, amikor sok hamis információ kering a köztudatban, fontos, hogy a kutatók minél többször kiálljanak a nagy közönség elé, és átadják a valódi tudást, mondta videó üzenetében a konferencia fővédnöke Borhi László, az ELTE rektora a megnyitón. A jelenlévőket köszöntötte Csapláros Andrea, a Szavária Múzeum igazgatója, és Egri Balázs, a Vasitit Egyesület alelnöke is. A korai források közül semmi ilyen forrás nem említi. Elsőként Berend Nóra, a Cambridge-i Egyetem történész professzora tartott előadást Koppányról, aki szerinte nem valós történelmi személyiség. Kovács László pedig a 420 éve született német fizikusról, Otto von Guericke-ről beszélt. Leghíresebb kísérletét 2003-ban a Ferences kertben ismételték meg. A légy szivattyút találta fel, rájött arra, hogy a levegőnek súlya van, a levegőt el lehet valahonnan távolítani, és ha eltávolítom, akkor a külső légnyomás azt a térfogatot nyomja. És ezt úgy bizonyította be, hogy vett két fél hengert, összeszorította, kiszivattyúzta belőle a levegőt, és a külső légnyomás annyira összenyomta, hogy a 16 ló nem tudta széthúzni. Három nap alatt 24 előadás hangzik el a legkülönbözőbb témákban, a csillagászattól az irodalomtudományon át a rovartanig. A TIT a külföldön dolgozó és kutató magyar tudósok bemutatását is zászlajára tűzte. Természetesen tervezünk a későbbiekben további nemzetközi előadókat, mert azt tapasztaltuk, hogy elég sok magyar akadémikus, tudós ember külföldre szakadt, külföldi egyetemeken tárja a világ elé a gondolatait, és erről mi itthon nem sokat tudunk, és azt gondoltuk, hogy akkor vállaljuk fel ezt a lehetőséget, hogy mutassuk meg az itthoni közönségnek azokat a magyar tudós embereket, akik külföldön alkotnak. Szó esik például a Prétoriánus gárda történetéről, a Balaton Vidék tanúhegyeiről, eltűnt zsinagógákról és arról, mi történt a trianoni békeszerződés aláírásának napján Budapesten.